Folytatja a rendezvény sorozatát az Összefogás Pécsért Egyesület. Idén ünneplik 20 éves évfordulójukat. Ebből az apropóból előadásokkal várják a közönséget, támogatóikat a Nagy Lajos Gimnáziumban. Pénteken 17 órára várjuk a pécsieket a Nagy Lajos Gimnáziumban, mi most már kultikus hely is. Annál is inkább, mert ott teret adnak az értékálló gondolatoknak. Ilyen lesz a mostani fórumunk is, talán hitvallásnak is nevezhetem, vagy bizonyságtételnek. Földi Kovács Andrea lesz a vendégünk, aki korábban a Hír TV-ben a Credo című műsort szerkesztette és vezette, és most járja az országot azzal az életvédelmi fórummal, gondolatsorral, amiben ő hiteles is. Azonban balról támadják ezt az estet. Olyan cikkek jelentek meg, amelyek szélsőjobbos rendezvénynek bélyegzik meg ezt a beszélgetést. Kővári János szerint beszédes, hogy az életvédelmét tekintik veszélyesnek a baloldali sajtóban. Ebből csak azt tudjuk kiolvasni, hogy akkor ők pedig az életellenes tevékenységeket tudják támogatni, mert mindenféle szépet sót elmondtak a Pride-ról, a pécsi Pride-ról, de amikor abortusz ellenes tiltakozások vannak, akkor mindig beszámolnak róla, a drogfogyasztás is legalizálnak, tehát láthatóan a baloldal csupa olyan dolog mellé áll, ami életellenes. Hát mi pedig úgy gondoljuk, hogy mindannyian, akik emberek vagyunk, élni szeretnénk, egészséges életet. Éppen ezért fel akarják hívni a figyelmet, milyen veszélyek fenyegetik manapság a normalitást, az élet megélését. Erről hallhatnak bővebben az érdeklődők péntek délután 5 órától a Nagy Lajos Gimnáziumban, Pécsen.